Még van egy előadásunk, ami szintén nagyon izgalmasnak ígérkezik, és Menishu fogja megtartani ezt az előadást, akik az OMOH nevű parti szervező brigád tagja, és hát ilyen queer techno bulikat szerveznek Budapesten, az LMBTQ közösségben elég ismert jó bulikat, és arról fog nekünk beszélni, hogy hát milyen lehetőségei vannak az ártalomcsökkentésnek, illetve magáról, erről a szcénáról, erről a parti szcénáról, és akkor átadnám neked most a szót. Szóval, én Menishu vagyok, ahogy mondtad, az OMOH nevű buli egyik alapítója és rezidens DJ-je, és az OMOH, illetve először rólam talán annyit, hogy ami talán érdekes, hogy 2018 óta Berlinben élek, ezt csak azért is mondom, hogy hogy így a magyar szókincsem, a szakmai szókincsem az némiképp hiányos, úgyhogy ha erőre is elnézést kérek a hosszú hűmegésekért, hogy próbálok lefordítani dolgokat a fejemben. Szóval az OMOH-ról, hogy 2016-ban indult, techno house bulisorozat, eleinte inkább hívtuk ezt meleg bulinak, most már inkább hívjuk queer bulinak, ami egy ilyen fluidabb definíciója különböző szexuális kisebbségeknek, és ami még fontos az OMOH-ról, hogy ez egy szexpozitív buliként definiált dolog, ami azt jelenti, hogy van sötét szoba a bulikon, illetve szóval a 69-ben csináljuk az after partikat, ezt hívjuk afternek, és és amiről most beszélni fogok, az egy, amit mi Kerber kommandónak hívunk, ami egy ilyen, ami a mi ártalomcsökkentési intervenciónk a bulin és a buli körüli közösségben. Igazából 2019-ben kezdtünk el dolgozni ezen a dolgon, aztán egyet tudjuk, hogy mi történt, de mióta újraindultak a bulik, azóta van ez vannak a Kerberek a buliainkon. Ez egy kb. 15 főből álló önkéntes csoport, akik a bulikon váltásban 2 órás shiftekben dolgoznak kettesével, szóval egyszerre 2 ember van a bulin. Ami a célja ennek az, amit én úgy azt mondanám, és ezt nem fogom tudni lefordítani, de majd mindjárt megmagyarázom, hogy mire gondolunk. Ez alatt ez az awareness kultúra kiépítése. Ez radikális feminista körökből jövő kifejezés, és eredetileg a szexuális erőszak megelőzésére kitalált koncepció, ami mondhatnám, hogy Berlinben elég általános lett a queer buli színában, de a parti kontextben szerintem egy kicsit kibővült, vagy átalakult a jelentése ennek, és nem csak szexuális erőszakról van szó, vagy nem csak szexuális ártalomcsökkentésről, hanem például szerhasználattal összefüggő ártalomcsökkentés, vagy általában csak, hogy egy buli lehet sok szempontból intenzív hely és élmény, és az ezzel összefüggő pszichés és fizikális ártalmak csökkentéséről. Alapvetően azt jelenti ez, awareness, hogy ne legyünk passzív bystanderök, hanem affirmatívan próbáljunk, hogyha valami olyan dolog, valakit azt érezzük, hogy valamiért lehet nem érzi jól magát, akkor próbáljuk aktívan tenni valamit. és azt is gondoljuk, hogy ez a 15 ember, aki önkéntesként dolgozik a bulikon, ők csak egy valami magja, egyfajta változásnak, ami jó esetben az egész OMOH közösségén végigmegy, sőt az egész tágabb közösségén is végigmegy ez a fajta szemléletváltás. Ami még fontos nekünk ezzel kapcsolatban, hogy mi, akik ezt a bulit szervezzük, mi, akik erre a bulira járunk, mi olyan emberek vagyunk, akiket diszkrimináltak, akiket semmibe vettek, akiket gyereknek néztek, akiknek azt mondták, hogy a vágyaik azok bűnösek, nem tudjuk, hogy mi a jó nekünk. És ezért fontos nekünk, hogy ezáltal is szeretnénk egy olyan kultúrát építeni, ahol senkit nem vesznek semmibe. Mindenki maga dönthet arról, hogy neki mi a jó, ahol nem ellendő bűn élvezni az életet, és talán ennél még fontosabb, hogy nem a nők az ellendő bűn okai. És akkor talán közben így nyomogatom ezeket a plakátokat, amik kint szoktak lenni a bulin, csak hogy eltereljem figyelmeteket arról, amit mondok. Igen, és akkor, hogy mik is a konkrét feladatai a kerbereknek a bulikon. Igazából Bence említette itt ezt a józan résztvevő dolgot, gyakorlatilag erről van szó. Ők ott vannak és segítenek, hogyha bárki például szexuálisan elfogadhatóan viselkedik, vagy hogyha bárki fizikálisan rosszul van, vagy mentálisan, nem tudom, betripbe keveredett, vagy bármilyen szempontból segítségre van szüksége. Ami még fontos, hogy az is fontos ebben, hogy ők megvédjék a szekutól a tömeget. Ez ilyen budapesti éjszakai életjelenség, hogy a szekuritisok általában ex-rendőr, jobbik szavazó, homofób, neonácik, nagyon gáz, úgyhogy ez is fontos, hogy megpróbáljunk egy pufferzónát építeni köztük és köztünk. És igazából, ahogy említettem, hogy ők csak a magjai egy ilyen változásnak, szóval az is, hogy ott vannak a buliban, ők is közülünk valók, és beszélgetnek emberekkel, és próbálják terjeszteni ezt a fajta szemléletet, amiről azt gondoljuk, hogy segít mindenkinek csökkenteni az ártalmat. Igazából nem szeretem annyira az ártalomcsökkentés szót, vagy legalábbis a mi filozófiánk, én inkább azt mondanám, hogy az élvezet maximalizálás lenne a cél, hogy hogyan tudunk úgy bulizni, hogy ez élvezetes legyen most, és élvezetes is maradjon, és ez tényleg összhangban legyen az én képünkkel, azt csináljuk, amit szeretnénk, ne bánjuk meg hétfőn a hétvégét. Igen, és ezen kívül még az is, hogy ilyen social media platformokon is posztolni olyan jellegű információkat, hogy például a háttér segítő szolgálatát milyen telefonszámon lehet hívni, hogyha bárkinek problémája van a szerhasználatával, vagy bármivel, hogy tudják, hogy hol és hogyan tudnak segítséget kérni. Igen, szóval, hogy mi is ez a hozzáállás, élvezet, maximalizálás, igen. Azt gondoljuk, hogy az emberek nem véletlenül járnak bulikba, nem véletlenül használnak szereket, és nem véletlenül szexelnek, és nem véletlenül kombinálják ezeket a dolgokat, hanem azért, mert ezek jó dolgok. Illetve tudnak jó dolgok lenni, és például a kisebbségi stressz ellenszerei tudnak lenni azáltal, hogy szerintem facilitálnak olyan kapcsolatokat, ahogy itt említve volt, egy pillanatra, egy éjszakára lekapcsolódik az aljas hűtő, és kiderül, hogy ja, lehet élni anélkül is. De mindezek mellett nyilván, mint minden dolgot, abszolút túlzásba is lehet vinni, és könnyen válhat problémássá, és ebben szeretnénk a maximális segítséget nyújtani a résztvevőknek, hogy hogyan tudnak felnőttként a saját sorsuk kovácsai lenni. Igen, Ádám is ezt beszélt is már róla, de hogy általában azt gondolom, hogy erről nem beszélünk talán eleget, hogy nem merünk eleget beszélni, hogy a szerhasználat és a problémás szerhasználat kisebbségeket hangsúlyosabban érintő kérdések, és ezért is gondoljuk fontosnak, hogy ezekben a körökben, a köreinkben ezeket a témákat tabutalanítsuk, és ezekről nyíltan tudjunk beszélni a barátainkkal, a bulin, ne legyen ez tabu téma, tudjunk segítséget kérni, hogyha kell. Ami ugye itt eddig, hogy főleg ilyen, hogy chemsex, és hogy ezek házi bulik, 10 ember egy lakásban, egy szobában, ami sokszor igaz, de hogy azt gondoljuk, hogy azért is fontos, hogy legyenek hangsúlyozottan szexpozitív bulik, amik nem egy lakásban történnek, hanem kvázi overground, tehát nem elbújni a lakásokban, mert ezáltal lehetségesé válnak például ilyen intervenciós intervenciók, mint a Kerber kommandó is. Ugye egy lakásban igazából nem sokat tudunk tenni, hogy ott mi történik, és ott például mennyire van kölcsönös beleegyezés ahhoz, ami szerek hatása alatt történik az emberekkel. Ez például egy fontos kérdés számunkra, és ezt abszolút, tehát egy ilyen szempontból talán kiterjeszteném a chemsex, ártalomcsökkentés, és szerintem tehát itt az ártalomcsökkentés nem csak a szerhasználatra vonatkozik, hanem például a kölcsönös beleegyezés meglétére, vagy nem meglétére, és ez hangsúlyozottan a meleg férfiak körében egy szerintem igen problémás kérdéskör, amiben sok tanulnivalónk van a feminista mozgalmaktól. Szóval ezért gondoljuk fontosnak, hogy ez kvázi overground is legyenek ilyen bulik, és azban bízunk, hogy ez a fajta intervenció, ez leszivárog a házi bulik körébe is, és hogy ezáltal ilyenekre gondolok, hogy a házi buliban, hogyha valaki mondjuk túl high-nak tűnik, akkor megkérdezed, hogy jól van-e, hogyha valaki nincs olyan állapotban, hogy egyértelműen beleegyezzen valamiben, ami történik vele, akkor oda mész, és megállítod a szituációt, aki túladagolta magát, azt kongyát viseled, tudod, hogy mikor kell mentőt hívni, hívsz mentőt, tudod, mit kell csinálni. És ezért is fontos, ami talán itt említeném, hogy a GINA jelenség most a budapesti klub színában megjelent erőteljesen ez a a szer, új szerként, és egyértelműen van egy ilyen számunkra nevetségesnek tűnő prohibicionista hozzáállás, hogy olyan emberek, akik minden mással kapcsolatban nem a prohibíciót képviselik, most hirtelen ezzel a szerrel kapcsolatban kitiltják azokat az embereket, akik miatt találnak. És azért gondoljuk, hogy ez nagyon rossz megoldás, mert például így GINA gettók alakulnak ki, hogy azok az emberek, akiket már minden klubból kitiltottak, azok kiszorulnak azokról a helyekről, ahol vannak intervenciós lehetőségeink, és ahol védettebb, széfebb környezetben tudnak bulizni, és helyette szőnyeg alá söpörve házi bulikba szorulnak. Igazából majdnem ennyi. Még a végére, ha már így rátértünk itt a GINA kérdésre, hogy ez most egy elég hot topic lett Budapesten, ahogy megjelent. Tudjuk erről a szerről, hogy nehezebb biztonságosan használni, nagyon meredek a dóziskörbe, és nagy a túladagolás veszély, ami sajnálatos módon eléggé látszik a valóságban is. Berlinből tudom, hogy ez milyen, azt tudom, hogy van remény, hogy az emberek megtanulják biztonságosabban használni, de per pillanat elég problematikusnak gondolom a helyzetet. Voltam olyan házi buliban, ahol tehát amit láttam ott, az kicsit elszörnyeztett a túladagolások teljes normalizálása, amikor ezt Berlinben úgy hívjuk, hogy kollapszol, nem is tudom, mi a magyar, de hogy kb. Az a reakció, hogy ja, ő minden hétvégén ezt csinálja többször, és hogy senkit nem érdekel, ami szerintem eszmetlen veszélyes, és meg nem is cuki dolog nem odafigyelni valakire, aki eszméletlen. Úgyhogy szeretnék erről információt terjeszteni, úgyhogy tervben van erről egy workshop, hogy hogyan safer use workshop kifejezetten GINA-ról, meg hogy tájékoztató anyagokat csinálunk, meg fecskendőket adunk, a mérőfecskendőket a bulin, úgyhogy csak azért is mondom, hogy bárki, aki most ezt hallgatja, és van kedve ebben segíteni, akkor keressen meg minket. Ja, közben elfelejtettem nyomogatni, pedig itt voltak a szexi képek a végén, de akkor és itt a vége. Ja, és ez az Instagramunk, szóval itt írjatok, hogyha. Nagyon szépen köszönöm, ez is szuper érdekes előadás volt, és szerintem nagyon fontos az a kezdeményezés, amit csináltok. Reméljük, hogy így Budapesten is egyre jobban el fog ezt terjedni. Az ártalomcsökkentés igazából ez példaszerű is, mert hogy a mainstream nagy overground bulikban meg így nagyon ritka egyébként az ártalomcsökkentés, és én azt vettem észre, hogy inkább az underground bulikban azért ott jobban elterjed a kultúrája ennek.